Fónagy János tartott lakossági fórumot Dunaújvárosban. Sajtótájékoztatót tartott az MSZP. Bizonyságlevelet kapott Dunaújváros. Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Dunaújváros Televízió híradóját látják. Fónagy János rezsicsökkentésért felelős államtitkár lakossági fórumot tartott Dunaújvárosban, a Bartók Kamara Színházban. 2010-ben 1,8 millió adófizető volt. Az államadóság csökkent, a foglalkoztatottak száma pedig nőtt. Ez volt Fónagy János csütörtöki előadásának központi témája. Kiemelte, Magyarországon 230 ezerrel többen dolgoznak, mint 2010-ben. Magyarországon 2010-ben 83% fölött volt az államadóság. Ez az államadóság ma ennél jóval kevesebb. Természetesen még mindig nagyon magas, tehát teendők vannak, de kevesebb, és ebben valamennyi magyar családnak a áldozatvállalása benne van. Magyarországon ma 4 millió fölött van a foglalkoztatottak száma, ez 4 évvel ezelőtt 3,5 millió fölött volt valamennyivel. Magyarországon 230 ezerrel többen dolgoznak, mint 4 évvel ezelőtt. Az államtitkár a rezsicsökkentésről is beszélt. Elmondta, a tavalyi évben 240 milliárd forint megtakarítást eredményezett a családoknak. A távlati célok közt szerepel a rezsicsökkentés kiterjesztése a magyar gazdaságban szereplők számára is. A folytatásra nézve az egyik legfontosabb törekvésünk az, hogy például az energiárakat nem csak a lakosság számára, hanem a magyar gazdaság szereplői számára is olcsóbban tegyük hozzáférhetővé, ezáltal az eddigi versenyhátrányt megszüntetjük, illetve törekvéseink szerint egy olcsóbb energiával verseny előnyt biztosítunk a magyar gazdaság és a Magyarországon gazdasági szerepet vállalók számára. Elmondta, egyre több cég ismeri fel azt, hogy Magyarországon biztonságban van, és hogy az ország gazdasága túl van a legnehezebb időszakán, így egyre biztosabb feltételeket nyújt mind a hazai, mind a külföldi befektetőknek. És ha kellett, akkor hetente hoztuk meg azokat a szabályokat, amelynek eredményeként tudtunk lépést váltani. Sajtótájékoztatót tartott az MSZP helyi szervezete tegnap délután a párt irodájában. Három témában tartott sajtótájékoztatót Pintér Attila, az MSZP helyi szervezetének elnöke, és Magyar András alelnök, a párt országgyűlési képviselőjelöltje. Pintér Attila a legutóbbi közgyűlésről történő kivonulásukról beszélt először, majd arról számolt be, hogy a híresztelések szerint ismét nagy létszámú elbocsátások várhatóak a Dunaferben, és választ várnak, mi a jelenlegi helyzet a vasmű ügyében. Hírek szivárogtak ki arról, hogy hát a Dunafer abba kötött egyességet a kormánnyal, hogy a nagyarányú létszámleépítést április 6-a utánra tervezi. Ezután azzal folytatta Pintér Attila, hogy információik szerint a Védőháló Alapítvány kuratóriumi titkára Nagy Zoltánné pártpolitikai nézet szerint döntött a közüzemi díjhátralékosok támogatásáról, illetve hogy voksért cserébe támogatást nyújt. A harmadik témáról Magyar András fejtette ki pártjuk álláspontját, miszerint a kampánycsapatuk folyamatosan azt tapasztalja, hogy nem használhatnak plakátolásra például villanyoszlopokat. Ez a pálya bizony rejt a kormánypártok felé. Hónapokig mindenki azt gondolta, hogy mi is nem használhatjuk az EON tulajdonában lévő villanyoszlopokat, de mi a törvényeket betartva nem is helyeztünk ki semmilyen plakátokat. Amikor a kúria döntése megszületett ezzel kapcsolatban, hogy használhatjuk ezeket a felületeket, onnantól tudtuk használni. Mint mondta, előfordult olyan eset is, amikor nem adtak nekik plakát helyeket. A Védőháló a Dunaújvárosi díjhátralékosokért alapítványt ért támadásokra és negatív híresztelésekre reagálva hétfőn sajtótájékoztatót tartanak a Városházán. Galambos Dénes kormány megbízott bizonyságlevelet adott át Cserna Gábor Dunaújváros és Csányi Kálmán Pusztaszabolcs polgármestereinek. Az okmányok a kormány által átvállalt adósságkonszolidációt igazolják. Örülök, hogy jó hírt sikerül. Lezárult a 2012. decemberében indított adósságkonszolidáció, amelynek két üteme során Dunaújvárostól összesen mintegy 16,5 milliárd, Pusztaszabolcstól pedig 36 millió forint nagyságú tartozást vállalt át a kormány. Az ezt igazoló Orbán Viktor miniszterelnök aláírásával ellátott bizonyságleveleket Galambos Dénes kormány megbízott adta át a két város polgármesterének. Gratulálok az eredményhez.
és ahhoz, hogy Dunai Város törvényesi körtagosságot teljes egészében kiváltani, további jó munkát kívánok. Köszönöm szépen, kormányának az akkor. A kormány megbízott elmondta, a konszolidáció szakasz lezárulásával elkezdődhetnek a gazdaságfejlesztési programok. Mindegyik településnek más és más feladata következik, hiszen Dunai Város megyei jogú város, mint a Székesfehérvár megyei jogú város a településfejlesztés és a gazdaságfejlesztés területén, de inkább kétszer a gazdaságfejlesztés húzza alá ezeket a programokat készít elő folyamatosan, amelyeket az adósságkonszolidáció keretében ellentételezésként és nem forintra kiszámolva, természetesen egy gazdaságfejlesztési koncepció mentén kell kidolgozni. Ezek folyamatban vannak, részben az ITS kidolgozása, részben pedig annak keretében, hogy a településfejlesztési operatív program a TOP néven induló 2014-2020 közötti időtartamot átívelő uniós ciklusnak a területi operatív program rövid nevén TOP keretében elkészültek azok az előmunkálatai, amelyek átadásra kerültek Dunai Város vonatkozásában a megyei közgyűlés mellett működő munkacsoport részére. Hozzátette, a TOP városunkra nézve olyan terveket tartalmaz, mint például a Szalki-sziget projekt, a közintézmények energetikai fejlesztése, valamint a Dózsa 2 városrész rehabilitációja. Cserna Gábor polgármester örömét fejezte ki ezzel kapcsolatban, továbbá köszönetet mondott az adósság átvállalás miatt. Azt szoktam mondani, hogy már megérte felkelni ezért, mert beleláttam most egy olyan műhely titokban, amiről egyébként önmagamnak is fogalmam sem volt, ez pedig akkor a Dózsa 2 városrésznek a leendő fejlesztése, tehát erről nem volt információnk, úgyhogy dupla jó hírrel jött kormány megbízott úr, de komolyabbra fordítva a szót, én nagyon megköszönöm azt a lehetőséget, amelynek tárgyasult formája ugye ez a bizonyságlevél, azt a lehetőséget, amelyet közvetített a kormány részéről a kormány nevében a kormányhivatalt vezető kormány megbízott. A polgármester cáfolta a szocialista párt állítását, miszerint nem történt a városban semmi az elmúlt években. Hangsúlyozta, már mintegy 7,5 milliárd forint pályázati forrást nyert a város különféle fejlesztésekre, beruházásokra. Hozzátette, Dunai városnak ez a konszolidáció szakasz egy 16,5 milliárd forint értékű levegővételt jelentett. Csütörtök délután a Jobbik helyi szervezetének irodáját feltörték. A betörés során a szervezet számítógépét tulajdonították el. Újabb atrocitás érte a Jobbik helyi szervezetének irodáját. Csütörtök délután az árat feltörve hatoltak be a szervezet irodájába, ezzel károkat okozva a társaságnak. Az anyagi kár ugyan nem túl jelentős, de a gépen több bizalmas információt tároltak. Ha egyedül a számítógépünket tulajdonították el, szépen széthúzták a kábeleket, és azt az egy eszközünket vitték el, több érték is volt az irodánkban, mégiscsak ez az egy eszköz volt, amit ők akartak vinni. Nem ez volt az első, amikor hasonló esemény történt. Az elmúlt évben is történt hasonló rongálás, akkor ott a veszteség jelentős volt. Egy évvel ezelőtt januárban történt egy olyan eset, amikor az irodaházban lévő, illetve a piac téren lévő irodaházban lévő irodánkat felgyújtották, és akkor is szintén a számítógépünket először szétcsavarozták, illetve abból a Winchestert akarták elvinni. Akkor is már csak a számítógépünkre utaztak, csak akkor fel is gyújtották az irodánkat. Örülünk neki, hogy ebben az esetben ez nem történt meg. A rendőrség a mostani eset kapcsán nyomozást indított. Idén Dunaújvárosban rendezik a Fejér megyei diáknapokat. A háromnapos rendezvényen több mint 1000 diák mérheti összetudását. Szeretettel köszöntöm a média jelenlévő képviselőit és vendégeinket, Szemenye István vagyok. A Fejér megyei diáknapok egy több évtizedes múltra visszatekintő tehetségkutató verseny. A viadal különlegessége, hogy a helyszín két évente változik. Tavaly Székesfehérváron tartották, az idén Dunaújvárosban, ugyanis a megyében ez a két város tud több száz diákot kollégiumban elszállásolni. A rendezvény központja a Bartók Kamara Színház épülete, itt működik majd a regisztrációs és az információs pult is. Ki sem merem mondani, hogy hány éve, de több mint 20, amikor eljön az április, közepe vége, most épp az eleje, akkor Fejér megyei diáknapok. Ez hol Dunaújvárosban van, hol Székesfehérváron. Ha itt, akkor nagy szervezés, nyüzsgés, helyszínek biztosítása. Ha meg Fehérvár, akkor egy izgalmas kirándulás a diákokkal együtt.
A viadalt a megyében tanuló középiskolások számára hirdetik meg. A verseny április 4-én, 5-én, 6-án 3 napon át zajlik, és közel 1100 diák jut fellépési lehetőséghez. Azt gondolom, minden évben nagy harc, idézősen harc megy az intézmények között, hogy ki lesz a fesztiváldíjas, ki Székesfehérvár és Dunai város legjobb iskolája. De azt gondolom, hogy nem erről kell, hogy szóljon, és szerencsére nem is erről szól, hanem arról, hogy 2-3 napig a fiatalok, a megyei fiatalok együtt legyenek, bemutathassák magukat, és kicsit szórakozhassanak is. Úgyhogy azt gondolom, hogy ahogy tavaly évben Székesfehérváron, idén Dunai városban is ezt a célt kell, hogy szolgálja a rendezvény, és így is lesz. A versenyzők 11 kategóriában mérhetik össze tudásukat. Minden résztvevő intézmény emléklapot kap, illetve a legjobb produkciók a zsűri döntése alapján arany, ezüst, illetve bronz fokozatú okleveleket nyerhetnek el. Azt gondolom, hogy az részvételi arány, az 1000 főtti részvételi arány, az azt mutatja, hogy a fiataloknak igényük van arra, hogy mind a kultúrában, mind pedig a sportban megmutassák magukat, és jelen pillanatban a kultúráról beszélünk, illetve kultúra szélesebb bázisáról. Az eseményt a Dunaújváros és Székesfehérvár megyei jogú város önkormányzata, valamint a Fejér megyei Művelődési Központ Művészetek Háza szervezi. A rendezvény Dunaújváros önkormányzata 1,5 millió forinttal támogatja. Táncpróba, kulisszatitkok, daltanulás, színházi sminkek és jelmezek. Ezek várnak a Bartók Kamaraszínház szombati látogatóira a családi nyílt napon. A rendezvény 11 órakor kezdődik, és egészen 15 óráig számos programot tartogat az érdeklődők számára. Városunk lakói ismét betekinthetnek a színház kulisszái mögé szombaton. A családi nyílt nap 11 órakor nyitja meg kapuit. A rendezvény legfontosabb célja, hogy a már 60 éve fennálló Bartók Kamara Színházra minden látogató nyitott és bárkit befogadó helyként tekintsen. Mert kell egy hely, hol minden szólam hallható. Mert kell egy hely, hol nem fáznak a csillagok. Mert kell egy hely, ahol emlékünk örökké élni fog. Mint amit próbál ez a szlogen is képviselni, amit a jubilomi évadhoz választottunk, hogy mert kell egy hely, megpróbálunk ehhez hűek maradni, ehhez a szlogenhez, és megnyitni a kapukat, hogy legyen a városnak egy olyan igazi helye, egy olyan izzó, pezsgő, forrongó kulturális bázisa, ahol fiatalok, idősek egyaránt megtalálják a maguk szórakozását, a maguk örömét, boldogságát. Picit talán tudnak velünk együtt sírni, nevetni, rácsodálkozni a világ dolgaira, amit felmutatunk nekik az előadásokba, és most ezzel a családi nyílt nappal az is a célunk, hogy egy picit a kulisszák mögé vezessük őket. A programsorozat a Táncszínház körbejárásával kezdődik, ahol az öltözőket, a próbatermet és a jelmezvarró helyiséget tekinthetik meg az érdeklődők a táncművészek vezetésével. Ezt 11:30-tól egy nyílt táncpróba követi a próbateremben, ezzel egy időben a Gobbi Hilda főszereplésével készült Csirkefej című előadást vetítik a stúdióteremben. 12 órától a színészöltözőnek berendezett aulában színházi sminkeket és hajfonatokat készíthetnek maguknak a vállalkozó kedvűek, 13:45-től pedig a padlás csodáit leplezik le a színházteremben. Nyilván nem fogunk minden titkot elárulni, de azért egy picit azt gondoljuk, hogy szüksége van a nézőnek arra, hogy belásson a kulisszák mögé, hogy megértse azt, vagy egy picit belekóstoljon abba, hogy ez egy milyen összetett, bonyolult, nehéz munka, milyen bonyolult, összetett világ. 13:30-tól a padlás, mert kell egy hely című dalát tanulhatják meg a látogatók, végül 14 órától a Szegény Dániel című előadás nyílt próbáján vehetnek részt. Szinte zavartalanul napos idő várható. Eső kizárt, a délutáni órák hőmérséklete 15 és 20 fok között alakul. Bátran tervezhetünk kinti programokat a kellemes tavaszi időnek köszönhetően. Ennyi fért mai hírműsorunkba, kérem tekintsék meg főbb híreinket még egyszer, röviden. Fónagy János tartott lakossági fórumot Dunaújvárosban. Sajtótájékoztatót tartott az MSZP. Bizonyságlevelet kapott Dunaújváros. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra!